nagyon köszönöm még egyszer, hogy elfogadták a meghívásunkat. Mielőtt Híradónk stábja megérkezett volna, a hajléktalanok már közösen megnéztek egy tartalmas filmet a Rómer házban. A kultúra után pedig jöhetett a jótékony akció gasztronómiai része. A közel 500 rászoruló ugyanis egy finom estebédre is hivatalos volt, belváros önkormányzati képviselője jóvoltából. Takács Krisztián Híradónknak azt mondta, minden partner első szóra segítette a kezdeményezést. Maga az ötlet az egyik kollégátoktól, Simon Pankától, a rádió főszerkesztőjétől jött. Én megkerestem Glászti Bernadettet, hogy a múzeum mögé tudna állni, Pongrácz Balázst, aki a filmklubokat szervezi, illetve Fehér Zoltán mesterszakács étterem tulajdonos pedig azt mondta, hogy ő nagyon szívesen megvendégelné a hajléktalanokat, és ezt követően megkerestem Sütő Csabát, aki azt mondta, hogy nagyon szépen köszönik, egy remek ötlet, és akkor ma itt egy 45-50 főt láttunk vendégül. Egy Oscar-díjas alkotás, a Zöld könyvet láthattunk, ami önmagában is egy szép film, hiszen az elfogadásról szól, egy karácsonyi jelenettel végződik, és azt gondoltuk, hogy ez egy jó szórakozás lehet, és aztán utána közösen itt elköltünk egy vacsorát. Én azt gondolom, hogy ebben a karácsonyi időszakban nagyon fontos, hogy segítőkezet nyújtsunk azok felé, az embertársaink felé, akik elesettek. Persze ez egész évben fontos, de ilyenkor karácsonykor talán még fontosabb, hogy egy kicsit ők is újra embernek és egész embernek, a társadalom egészének érezhessék magukat. Fehér Zoltán mesterszakács jóvoltából igazi finomságokat kaptak a hajléktalanok, akik jó ízűen fogyasztották el az ajándékfogásokat. A programot Győr országgyűlési képviselője is üdvözölte, Simon Róbert Balázs mindig szívesen támogat jótékony kezdeményezéseket. Nekünk, közéleti szereplőknek példát kell mutatnunk, akár a sérültséggel élők esetében, akár pedig az olyan embertársaink irányába, akiknek az anyagi lehetőségei, vagy az éppen adott élethelyzetük egy picit szerényebb, mint esetleg a miénk. Tehát ezeket a támogatásokat meg kell adnunk. Én igyekszem ebben példát mutatni, és azt látom, hogy a győri képviselőtestület, Fidesz KDNP-s tagjai is, mindannyian, köztük a Krisztián is, és a többi képviselő is ebben igyekszik élen járni, hiszen ez egy önkormányzati képviselőnek is feladata. Áldott, békés karácsonyt kívántam a jelenlévőknek, és egy boldog új évet, és ehhez jó egészséget, mert azt gondolom, az egészség a legfontosabb mindannyiunk számára. A fedél nélkül élők nagy örömmel és hálásan fogadták a filmet és a meleg ételt is. Mivel az akciónak nagy sikere volt, a tervek szerint jövőre folytatása is lesz a belvárosi jótékonyságnak.